Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Elkezdünk egy új sorozatot, Doki Percek címmel. Az első részben dr. Pócs Alfréd mondta el az aktuális üzeneteit, most viszont dr. Horkovics Kovács Jánost kértem, hogy beszéljen nekünk egy kicsit arról az új, talán táplálék kiegészítőnek kell helyesen mondani, amiről már privát beszélgetéseinkből az elmúlt hónapokban nekem sokat elárult, hogy lesz egy olyan szer, amelyik segít egy kicsit fiatalodni, meg lassítja az öregedést, és most ez a csoda bogyó megszületett. Én már tudok néhány részletet, de annyira izgalmas a kérdés, és sokkal komolyabb, mint hogy itt viccesen próbálom felvezetni, hogy kértem János, hogy jöjjön és mondja el önöknek, hogy mi mindenre jó ez az új egészségügyi termék, vagy kapszula. Maradjunk az étrend kiegészítésnél. Hát mindenképpen szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és valóban egy olyan dolog született, ami rengeteg, én számomra rengeteg, nagyon ígéretes. Meg kell, hogy mondjam, hogy 8 évvel ezelőtt levizsgáztam a telomér biológiából. Erre azért volt szükség, mert egy olyan anyaggal kezdtem foglalkozni, ami egy Nobel-díjas technológia mentén jött létre, illetve egy Nobel-díjas technológiát használtak föl a terméknek a kialakításában. Ez a TA65 volt, ami egy astragalus nevezetű anyagnak az egyik kivonatát használtak föl, abból a célból, hogy a kromozóma végén levő kis telomér sapkákat visszaépítse. Hogy mi ez a telomér sapka, azért azt engedjék meg, hogy megmondjam. Tudják azt, hogy az emberi szervezetnek a öröklődési anyaga, az a kromozómákban vannak elhelyezkedve. A kromozómákban az egy olyan szerkezetű létesítmény a sejtjeink belül, ami minden sejtosztódás kapcsán duplikálódik. Ezeknek ilyen szép X-formájuk van, és ezeknek a X-formáknak a legvégén van egy olyan sapka, amiben már nem öröklődési anyagok vannak, hanem DNS molekuláknak az ismétlődő szekvenciái, és ezek nem képesek duplikálódni a sejtosztódás kapcsán, hanem minden sejtosztódás kapcsán megfeleződnek. És aztán ezek szerint ahányszor osztódik a sejt, annál kevesebb és kevesebb lesz ezek a telomérekből a kromozoma végén. Na most kiderült az, hogy a sejtnek a biológiai kora az egyenes arányban van azzal, hogy milyen hosszú ez a telomér sapka a kromozoma végén. Tehát az amerikaiaknak sikerült egy olyan anyagot létrehozni, ennek az astragalus kivonatnak a segítségével, amely azt az enzimrendszert a sejtmagba aktivizálja, nagyobb tevékenységre serkenti, amelyik ezt a telomérnek a visszaépítésében bizonyos szerepet játszik. Na most, hogyha a sejtosztódás után, miután megfeleződött a telomér, ez az enzimrendszer megpróbálja visszaépíteni, de sose sikerül ez neki tökéletesen, de hogyha ezt az enzimrendszert kicsit megkorbácsoljuk, akkor lényegesen több visszaépítésre képes, és ez már visszafiatalitásban jelenik meg. Na most, mivel hogy ezzel 8 évig foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, azért bennem felvetődött az is, hogy oké, megvan egy lehetőségünk a sejteket visszafiatalítani. Persze nem véglegesen, hanem egy fél éves kurával kb. 10-15 éves visszafiatalításra van lehetőség, de vajon van-e olyan termék, amivel az öregedést lehet lelassítani? Mert ugye mind a kettő ugyanabban az irányba hat, de teljesen másképp. Egyikkel visszafiatalítok, másikkel az öregedést leállítom. És hát kicsit utána kéne nézni a világban, hogy mivel foglalkoznak, és sikerült rájönnünk arra, vagy megtalálni azt a lehetőséget Japánból, ahol azért talán sokan tudják, hogy Japánban nagyon sok 100 éves ember van. Ez egy ismert dolog Japánban. Nyilván nem csak ennek a produktumnak köszönheti, amiről most fogunk beszélni, ebben szerepet játszik az úgynevezett egy bizonyos vízfajta, aminek segítségével nagyon sok hatást lehet elérni. De itt egy dr. Kazuhiko Aishai nevezetű kutatónak a munkájára hivatkoznék, aki angolul és német nyelven kiadott erről ezzel kapcsolatban egy könyvet is, ahol ez az ember kutatta, hogy végül is mi van a hátterében a legkülönbözőbb betegségeknek. És ő azt az elméletet állította fel, és ebben nyilván nagyon sok igazság van, hogy a sejtek azért válnak beteggé, mert nem jutnak elég oxigénhez. Tehát oxigén hiányban olyan anyagcsere zavarok történnek be a sejten belül,
aminek a végeredménye különböző betegségnek a kialakulása. Na most, ő rátalált a szerves germániumra. Ez egy olyan anyag, amit Európában nagyon sokáig nem is lehetett hozzájutni, de ennek a szerves germániumnak van egy csodálatos tulajdonság. Ez egy félvezető különben. Ennek a szerves germániumnak a molekulájának, az atomjának a felületén mozgó elektronok a legkülsőbb rétegében 4 elektron található, ez a germánium 132-esről beszélek, amely 4 elektron instabil. És megvan az a tulajdonság, hogyha ez az atom egy másik atom közelségébe kerül, akkor ennek a szerves germániumnak a elektronja átugrik a másik atomra. Tehát ez a szerves germánium egy negatív töltés hiányozni fog. Az azt jelenti, hogy ő pozitív túlsúlyba kerül, pozitívá válik ez a szerves germánium. Most ennek van egy nagyon komoly hatása, az, hogy minden negatív töltési iont magához vonz. Ez a pozitív érték, amit képvisel. Na most kiderült erről a szerves germániumra ebbe a formájában, hogy képes rákötődni a vörös vérsejtre. És a vörös vérsejtben nagyon érdekes hatást fel ki, megnöveli a vörös vérsejtnek az oxigén szállító képességét. Nem is kicsit, jelentősen. Tehát a tüdőből ez a vörös vérsejt, ameddig idáig csak egy egységnyi oxigént szállított, most ezt követően több egységnyi oxigént fog szállítani a sejtek irányába. Ezáltal nagyon sok olyan betegség, amelyik oxigén hiányra épül föl, szinte egy csapásra meg lehet oldani. Na most van neki egy másik nagyon hatása. Tudjuk azt, hogy a sejteken belül az anyagsere folyamatoknak a végterméke az két hidrogén molekula. Na most ugye ehhez kell nekünk az oxigén, amit ugye a tüdőn keresztül bekerül a szervezetünkbe, és ez az oxigén megköti ezt a két hidrogént, és így víz lesz belőle, amit aztán mi a vesén keresztül kiürítünk, illetve a bőrön keresztül kiizzadunk. Ez az oxigén két hidrogénnel. Most kiderült az, hogy a szerves germánium, ha bekerül a sejt belsejébe, képes helyettesíteni az oxigént. Ugyanúgy meg tudja kötni a két hidrogént. Tehát azt az oxigén mennyiséget, amivel a szervezet rendelkezik, termentesíteni tudjuk a germániummal. A sejt szinten belül, sejteken belül. Na most, vizsgálta azt, hogy vajon milyen betegségek kapcsán lehetne ezt a germániumot használni. És kiderült, hogy rengeteg betegség van, leginkább a civilizációs betegségek. Ide beletartanak a szív-érrendszeri betegségek, a mozgásszervi betegségek. De vannak itt felsorolva ebbe a könyvben olyan betegségek, amivel a mai orvoslás még nem igazán tud mit kezdeni. Mondok egy pár parkinsonizmus, Alzheimer-kor, ugye? Szklerózis multiplex. Ez egy csupa olyan betegség, amivel még nagyon-nagyon gyerekcipőben járunk. Még nem is tudják pontosan, hogy hogy fejlődik a betegség. Azt se tudjuk, hogy most az autoimmun, vagy vírusfertőzés, nagyon sok irányba próbálkoznak, nem tudják pontosan még most se. Na minden esetre, vannak olyan betegségek, amit ugye általánosan ismertek, nagyon sok embert érinti, ez például a magas vérnyomás. Ugye létezik az az injekciós sorozat, ami képes az érelmeszesrést leolvasztani az érfalakról, erről most nem akarok beszélni, ez viszont teljesen másképp segít ezen a dologon. Azt tudjuk azt, hogy például aki megkapja a védőoltást a Covid ellen, azoknál nagyon gyakori a véralvadási probléma. Ez egy gyakorlati tapasztalat, ezt már tudjuk, hogy ez így van. És mi történik ilyenkor? Nagyon sokszor az, hogy a vörös vérsejtecskék összeállnak egy olyan, mint hogy egy pénz, apró pénz sorakoztatnék egymás mellé, sludge-nak hívják, ugye egy ilyen sort képeznek a vörösök, és össze vannak tapadva. Nyilván ez megnöveli a vérnek a viszkozitását, a sűrűségét. Most, hogy egy vér sűrűbbé válik, akkor a szívnek sokkal nagyobb erenergiát kell kifejteni ahhoz, hogy ezt a megsűrűsödött vért átpasszírozza a vérkeringésen keresztül. Tehát nyilvánvalóan emelkedik a vérnyomás. Ha az illető szerves germániumhoz jut, abban a pillanatban ezek a vörös vérsejtek egymástól eltávolodnak, attól viszont azonnal csökken a vérnek a sűrűsége, zuhan lefelé a vérnyomás, de sosem megy lejjebb, mint ami a normális. Szóval normálisig lejön. Óriási a dolog, és nagyon gyorsan hat. Nagyon fontos tulajdonsága ennek a szernek, ez egy félvezető szer, amelyiknek egy nagyon komoly méregtelenítő szerepe van. Ugye bizonyosan mindenki hallott a tüskefehérjéről, ma nagyon sokan hallottak a gráfenoxidról. Ez az anyag képes 20-30 órán keresztül
a nehéz fémeket kiszedni a szervezetből, méghozzá az olomot, a higant és a kadmiumot. Ezek mind olyan anyagok, hogyha nagyon fölhalmozódnak a szervezetben, nagyon komoly mérgezést okoznak. Ugye feltételezik, hogy a kisgyerekeknél például az autizmusnak a hátterében valószínűleg a higant fölhalmozódása van az agyban. Na most, hogyha ezt ki tudom onnan szedni, ki tudja, milyen csodálatos effektusokat tudok létrehozni. Na most, van itt olyan hatása is, ami a szintén megdöbbentő, megakadályozza az, hogy a ráksejtek metasztázis képezzenek, áttétet. Méghozzá úgy, hogy megakadályozza, hogy lesodorodik egy ráksejt a daganatról, bekerül a véráramba, és megakadályozza azt, hogy a véráramba meg tudjon telepedni, rá tudjon ragadni valahol. Tehát végigmegy tovább egész a vérkeringés, egész a kapillárisokig, ott oxidálódik a ráksejt, és eltűnik elég az oxigéntől. Na most arra is rájöttek, hogy megemeli az interferonnak a szintjét a szervezetben, illetve nagyon megerősíti a makrofágoknak termelését. Ugye a makrofágoknak, az interferonnak nagyon komoly jelentősége van a vírusok, baktériumok, sőt még a ráksejteknek is elpusztításában. Szóval itt egy olyan fantasztikus szerről van szó, amit nem véletlenül hívják Japánba úgy, hogy az isteni elixír. Ennek megvan valóban a jogosultsága. Na most ugye én mikor kezdtem beszélni, ugye akkor a visszafiatalításról beszéltem, ennek a szernek van viszont egy öregedés gátló hatása. Úgyhogy másik oldalról tudjuk megközelíteni a életünknek a meghosszabbítását. Méghozzá tudnunk kell azt, hogy a öregedésünk hátterében nagyon komoly szerepet játszanak a szabadgyök támadások. Tudni kell, hogy másodpercenként körülbelül 200 000-250 000 szabadgyök támadás éri a szervezetünket. Ez úgy kell elképzelni, hogy a szabad gyökök megtámadják a sejtmembránt, megtámadják a kromozómáinkat, és ez a folyamatos támadásnak a végeredménye az évek folyamán, hogy öregszünk. Na most, hogyha valami képes ezeket a szabad gyököket megfogni, illetve leközömbösíteni, akkor teljesen egyértelmű, hogy az öregedési folyamatot nagyon-nagyon ki tudjuk húzni. És ez a szervezgermánium képes erre, mert ő elkapja a szabad gyököket. Ez a legjobbkor jött. Számunkra tényleg ez egy isteni elixír. Úgyhogy ez az anyag megszületett most Magyarországon. 10-szer olcsóbb, 1/10 annak az árának, mint ahogy az amerikaiak ezt csinálják. Az amerikaiak csak az asztalalagúszért kérik ennek az árja, majd Magyarországon megy a 10-szeresét, és de még plusz benne van a germánium is. Úgyhogy két oldalról tudjuk megtámadni az embereket. És amit itt felsoroltam, különböző hatások a szervezetre, egyszerűen csodálatos. Hát ez egyszerűen valóban elképedve hallgatom. Először is János, én nekem a kémia meg a biológia az sose volt a szívem csicske. Ez be kell, hogy valljam férfiasan. De folyamatos, olyan annyira jól és plastikusan mondtad el, hogy működik, megértettem, és alig várom már, hogy az első kapszulát lenyeljem, hogy kell ezt elképzelni. Naponta egy kapszulát kell bevenni. Négyszer nagyobb a dózis az asztalalagúz, mint az amerikai szerben, és többszöröse annak, amit lehet például a Magyarországon a gombákban. Vannak olyan gombák, amit rákkezelésre alkalmaznak, azok is nagyon drágák, de egy századnyi mennyiségű germánium van azokban, mint amit mi alkalmazunk ezekben a kapszulákban. Kedves nézők, én felajánlom, hogy próba nyuszi leszek ehhez a... Én már az vagyok. Igen. 5 napja tehát szedem. Itt a képernyő alatt majd folyamatosan figyelemmel kísérhetik. Azt ígérjük meg mindenképp a nézőknek, hogy a következő hetekben, hónapokban folyamatosan beszámolunk a tapasztalatokról, mert azt gondolom, hogy most sokan elkezdik ezt a táplálék kiegészítőnek a fogyasztását, és mivel nálad orvosnál jelentkeznek, ugye te fel is tudod mérni, hogy most milyen helyzetben van, és reméljük, hogy akkor a következő hetekben, hónapokban már olyanokkal is tudunk beszélgetni, akik beszámolnak arról, hogy milyen változást hozott az életükben, vagy az egészségi állapotukban ez a táplálék kiegészítő. Amiről én itt beszéltem, ez a Kazuhika-nak a könyvéből van, ki vannak. Ezeket ő írja le, hogy ezek voltak az ő tapasztalatok. Ő létrehozott egy kórházat is Japánban, ahol direkt ezzel a szerrel kezelt nagyon nagy sikerrel embereket. Na most én, aki tőlünk ezt megveszi, ezt a produkt, mindenkit megkérek, hogy egy papírja írja fel az összes változást, amit ő észlelni tud,
mondjuk a következő hónapokban, és azt mutassa nekünk meg, hogy gyűjtsük még ezzel kapcsolatban a tapasztalatokat. Természetesen ennek óriási jelentősége lenne, és pont most, a jelen helyzetben, ami itt az egészségi ügyi helyzetet jelenti, vagy egészségügyi helyzet kapcsán Magyarországon kialakult. Úgyhogy János, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy elfáradtál a stúdióba, és folytatjuk a doki perceket. Továbbiakban is jelentkezni fog rendszeresen dr. Pócs Alfréd, de dr. Tamasi József barátunkat is kértük arra, hogy a doki percekben ossza meg önökkel tapasztalatait. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Köszönöm szépen, viszontlátásra!